Ezúttal Szilvásváradról indult a túra, és csak úgy, mint tavaly, most is Felső-Tárkányban ért véget. Tavaly végül is két transzbükki átkelés volt, mivel a februári után decemberben is volt egy hasonló túra. Ezt ismételték meg most, csak jóval nagyobb részvétel mellett. A Bükki Nemzeti Park részéről Barta Attila természetvédelmi őr és Barázs Csaba oktatási referens beszélt az érintett területek föld, állat, növénytani, geográfiai és kultúrtörténeti érdekességeiről. Újdonság volt, hogy a túrán Erős Zsolt hegymászó, a Bükki Nemzeti Park idei fővédnöke is részt vett, feleségével együtt. A csoport Szilvásváradról indulva először a Kalapattetőn tartott egy kisebb megállót, majd nem a szokványos útvonalat követve a Gerenna várnál volt a következő pihenő. Itt, 750 méter fölött már elértük a hóhatárt. Az egykori gyűrű alakú földvár valószínűleg már a honfoglalás előtt is állt. Ha előre nézzünk, látjuk itt a kis fensík szélén ezt a furcsa domborulatot. Tulajdonképpen ez volt egy középkori várnak a maradványa. A hagyomány szerint Nagy Lajos királyunk vadász kastélya, erődített udvarháza volt ez az építmény, aki túl azon, hogy elég sokat tartózkodott ugye a Diósgyőri várban, ide is, tehát a Bükkbe tudjuk, hogy előszeretettel járt vadászni. A nyugati oldalon szép kilátás nyílik a Tótfalu völgyre és a túloldalon álló Éleskő várára. Innen az első frissítő állomásig, az Olasz kapuig vitt az út. A forralt bor, a tea és a hagymás zsíros kenyér adta pihenőt kihasználva faggattuk mi is Erős Zsoltot, aki két magashegyi expedíció, a Kilimandzsáró és a Himalája között most a Bükkben túrázott. Valójában itt nagyjából reggeltől estig mozgásban vagyunk. És persze vannak ilyen jó kis hangulatos megállók közben, meg itt el van mesélve egy-két érdekes része a Bükknek, de az, hogy az ember reggeltől estig mozgásban van, az a lehető legjobb edzés. Az embernek nem olyan gyakori tevékenysége az, hogy reggeltől estig fizikai tevékenységet végezzen, és a hegymászás is elég ilyesmiről szól. Úgyhogy én, hogyha bármilyen teszek, ami úgy reggeltől estig mozgásba tart, az a lehető legjobb felkészülés. Zsolt jobb lábát térd alatt egy tátrai baleset után amputálták. Ennek ellenére folytatja a föld 8000-es csúcsainak meghódítását. Felesége inkább a hagyományos túrázást, mint például a transzbükki átkelés kedveli. Én megyek olyankor túrázni, amikor ő hegyen van. Tehát amikor ő expedíciózik, akkor én megoldom a gyerekek elhelyezését, és akkor végre én élhetek a itthoni túrázásnak. Ez az itthoni túrázás, ez milyen kedvenc területeket akar? Én nagyon szeretem az északi középhegységet. Tehát itt azért vannak már szintkülönbségek, itt lehet menni, nagyobb erdők vannak. Én szeretem a Mátrát, a Bükköt is, itt is jártam többször. Amiben még nem annyira vagyok jártas, az a Zemplén, de én a Krieg túrát kezdtem el csinálni, még a gyerekek előtt. Tehát az még a Zempléni hegység például hátra van belőle, úgyhogy oda még megyek. Zsolt következő nagy túrája március végén a Magyar Himalája expedíció keretében egy újabb 8000-es csúcsra, a Kanchenjungára vezet. A mi útunk viszont innen a már tavaly is látott Magyarország legmagasabban fekvő rombarlangjához, a fokozottan védett Kőrös barlanghoz vezetett, ahol az olvadás és fagyás váltakozása miatt érdekes, cseppkőre hasonlító alakzatok fogadták a túrázókat. Nem mészkőből képződnek, úgymond nem kálciumkarbonátból vannak, hanem vízből jelenleg, tehát ugye jégből keletkezett, hát idézőjelben cseppkőformákat láthatunk a természet jóvoltából. Az út egy része most is fokozottan védett, látogatók előre elzárt területen ment keresztül. A régi, Bükkön átvezető, középkori utak közül érintettük a királyutat és a török utat. Előbbit a Kőrös bércet követően a zsidó rétnél kereszteztük. A nem egyszer térdig érő hóban ezúttal a fenség déli pereme felé vettük az irányt. Tavaly a Vöröskőnél, most a 904 méteren található három kőnél volt egy kisebb pihenő. A tavalyi csapatból nem sokan maradtak. Az Alsógödi, Sütz László közéjük tartozik. A Börzsöny Pilis csúcsait döntögetjük, főleg családdal. Ez jóval kisebb, szerényebb távokat, mert a srácok is, mert a feleségem is kevesebbeket bírnak. De Börzsöny éjszakain voltam már 6 évvel ezelőtt. Bakonyt meghódítgattuk innen is, onnan is, Kőrishegyre. Tehát próbálunk minden, Mecsek,
természetesen ezt nem hagyjuk ki őrséget sem. És az északi részeket, tehát a Mátrát, Bükköt, talán Zemplénben voltam keveset ott 2001-ben, ott szintén családdal, de még pici gyerekekkel. A csapatba kerülés nehézségeit talán Domborócki Dalma tudja a legjobban szemléltetni. Ez úgy volt, hogy én jövő héten megyek egy síktáborba, és nem akartam jönni, mondom, nehogy aztán valami sérülés legyen, és tegnap a fiúk nagy nehezen megkértek, hogy na, gyere már, mert ugyanis felszabadult két hely, úgyhogy az egyiket én töltöm most be. De ez neked azért is jó, mert a tanulmányaidhoz szerintem itt kaptál egy-két érdekességet. Mondjuk a Kőrösfői barlangnál láttam, hogy fotóapparát elő, és ahogy akartad abba hagyni. Igen. Én földrajzok járok az Eszterházi Károly főiskolára, úgyhogy ez nekem igazán nagyon jó terepgyakorlat is egyben, meg egy jó tanulmányút is. A fennsíkról a három kő melletti 70-80%-os lejtésű kuloáron ereszkedett le a csapat, ami a nagy hónak köszönhetően most viszonylag biztonságos lemenetelt biztosított. A Bükk déli lábához érve a középkori török utat követve egyre kevesebb hó fogadta a túrázókat. A végállomáson, a felsőtárkányi nyugati kapu oktató és látogató központban most is bőséges ennivaló várta a túrázókat. A 31 kilométeres távot 10 óra alatt teljesítették a résztvevők.